Engem megmosolyogtatott ez a 200 eurós családi pótlék javaslat, mert ha figyelembe vesszük, hogy 2018-tól 2021-ig összvisz 1,50 euró körül emelkedett a családi pótlék, tehát évente 40-50-60 centekkel, tehát tényleg ezek filléres emelések voltak. Tehát most hirtelenjébe 200 euróra megemelni a családi pótlékot, szerintem ezt nem fogja tudni kigazdálkodni az állami költségvetés. Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Ma Hét Média Család Piac című műsorát látják, amelyben havonta egyszer Matus Tibor kollégámmal az aktuális gazdasági kérdéseket elemezzük. Mai vendégünk Németh Gabriella, az MKP szociálpolitikai szakértője. Üdvözöljük! Köszönöm szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Hát a mostani téma az inkább a szociálpolitikával függ össze. Mi az elmúlt hónapban azt tapasztalhattuk, hogy a gazdaság próbál újraéledni, és ehhez segít a kormány is, amely több mindent belengetett a családok megsegítésére. Talán a legnagyobb vitát két dolog váltotta ki. Egyrészt egy 200 eurós segély, családtámogatási segély, vagy az inkább mondhatjuk ez egy családi pótléknak, bár arról is vannak viták, hogy ez igazából mi lesz, vagy lesz ebből valami. És a másik, talán még nagyobb vitát kiváltó dolog, az 333 euró, amely nem járna mindenkinek. De kérdezem mai vendégünket, mit is gondol erről a 333 euróról, és ez kinek is járna? Hát én úgy gondolom, hogy a Covid eléggé megpróbálta a szlovák társadalmat. Nagyon megérezték a járvány negatív hatásait, elsősorban a gyermeket nevelő családok, de nem szabad elfeledkezni a kis- és középvállalkozókról sem. Ugyanis több részleg, több üzem, több szolgáltatás kénytelen volt a szolgáltatásokat teljes mértékben megszüntetni, bezárni, és ez sok esetben ahhoz vezetett, hogy nem tudták a vállalkozást fönntartani, és sajnos nagyon sok kis és középvállalkozó megszüntette a vállalkozását. De talán mondhatnánk azt, hogy a leginkább a kisgyermekes családok sínylették meg a Covid következményeit. Miért pont ők? Hát természetesen nagyon sokan elveszítették a munkahelyüket ebből kifolyólag, hogy nem tudtak távmunkát végezni. A munkáltató nem volt képes folyosítani a fizetést ebből kifolyólag. Tehát akiknek esetleg kölcsönük volt, vagy más olyan nemű térítés, amit meg kellett fizetni, egyszerűen nem volt miből. Tehát én úgy gondolom, hogy a kisgyermekes családok és általában a gyermeket nevelő családokat mindenképpen pozitívan érinti majd ez a 333 euró. Ugye hát ennek volt egy olyan előzménye is, hogy az ellenzék javasolt először egy 300 eurót, most erre a kormánypárt 333 eurót. Ellenzék mindenkinek, jó, összes gyermek. Igen, ez meg egy következő aspektusa a dolognak, hogy ezt a 333 eurót ugye pillanatnyilag csak azok fogják megkapni, akik anyagi szükséghelyzetben vannak. Na most ezt hozzá... Itt közbevágok, mert mondanék egy-két számot, jó? Tehát jó. A létminimum alatt, igen. És tulajdonképpen egy egyedülálló szülő egy eltartott gyermekkel, hogyha a bevétele 313 eurótól kisebb, egy pár egyetlen gyerekkel, a bevétele 462 eurótól, és egy pár mondjuk három gyerekkel, ahol a bevétel 659 eurótól kisebb. Tehát ők a jogosultak igazából az első körben. Az első körben, igen.
Viszont azért azt is látni kell, hogy azok, akik esetleg anyagi szükséghelyzetben vannak, szociális segélyre voltak jogosultak, ők ezt a segélyt megkapták természetesen minden hónapban, akkor, amikor járt. Tehát ők nem érezték meg annyira a járványnak a negatív hatását, mivel az a havi bevétel, amihez azelőtt is szokva voltak, ugye az megvolt. Viszont abban az esetben, azoknál a családoknál, ahol az egyik szülő, vagy volt olyan család is, ahol mindkét szülő elveszítette az állását, hát ők ezt nagyon komolyan megérezték. Két lehetőségük volt, az egyik, hogy fölölték a tartalékokat, ha egyáltalán volt tartalék, ha nem, akkor pedig vagy kölcsönhöz folyamodtak már családon belül, vagy egyéb módon, de mindenképpen eladósodtak. Tehát ezért mondom én, hogy leginkább ezek a családok sínylették meg a Covid-nak a negatív következményét. Na most a segítség mindenképpen jól jön, és mindenkinek jól jön, csak azért szerintem differenciálni kellett volna, és számomra talán igazságosabb lett volna, hogyha erre minden gyermeket nevelő családnak joga lenne, vagy joga lett volna. Mondták ugye, hogy törvénymódosítással ezt majd orvosolni fogják, de én annak a híve vagyok, hogy ami ma már biztos, az biztos az, hogy mi lesz, arra lehet számítani, de nem biztos, hogy ezek a családok is meg fogják kapni a juttatást. Tegyük hozzá, hogy ugye nagyságrendek 1,1 millió gyerek lenne ez a teljes kör, tehát ez egy 330 millió lett volna, hogyha az ellenzék, a HLASZ SZD-nek a javaslata átmegy. Így első körben 45 ezer és néhány száz gyermek után fizetnek, ez kevesebb családot jelent, mert valahol több gyermek van. De arról beszél a kormány, hogy nagyságrendileg, hogyha még az a két további csoport is beletartozna, akkor így egy 400 ezer gyermeket tudnának segíteni. Ön szerint ez a törvénymódosítás, hogyha átmegy, amire ugye tudjuk, hogy a jelenlegi kormányban uralkodó helyzet miatt nem biztos, hogy megvalósul, akkor elég széles réteget érintene már az a segítség? Hát amennyiben megkapná minden gyermeket nevelő család, akkor azt mondhatnánk, hogy igen, bár az, hogy elég, azt nem merném azért így kijelenteni, mert a Covid hatását megérezte például az az egyedülálló ember is, aki a munkáját elveszítette, de nincs családja. Megsínylették a Covidot például a nyugdíjasok is. Volt olyan nyugdíjas, aki a nyugdíja mellett még dolgozott, de természetesen a Covid következtében ezt már nem tudta megtenni, mert vagy megszűnt az a munkahely, vagy nem tudták alkalmazni, vagy előnybe részesítették az aktív korban lévő munkavállalót. Tehát több olyan szociális csoport van, amelyek megsínylették ugyanúgy a Covid negatív hatásait, de nem részesülnek ebben a segélyben. De az tény, hogy mindenképpen elsősorban a gyermeket nevelő családokat kell segíteni. És akkor még nem beszéltünk, ugye a kisvállalkozásokról, a szolgáltatókról, az idegenforgalomban vállalkozókról, a vendéglátóiparban vállalkozókról. Tehát a segítségre mindenkinek nem is, hogy joga lenne, hanem igénye lenne, de első körben én úgy gondolom, hogy elsősorban a gyermeket nevelő családokat kellene támogatni. Mennyire tartja hatásosnak egy ilyen egyszeri támogatást? Tehát van-e ennek úgy így hosszú távon értelme? Vagy? Illetve a második kérdésem az, hogy nem egy elkésett intézkedésről volt szó, hiszen a gondok, azok mondjuk már egy éve tartanak. Későn jött ez a segítség, ezt mindenképpen le kell szögezni, hisz másfél éve szenvedünk a járványtól, és tényleg nagyon sok családnak az egzisztenciája került veszélybe, tehát mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy hamarabb kellett volna foglalkozni a családok megsegítésével, és hogy elegendő-e ez a segítség, illetve van-e értelme az egyszeri segélyezésnek. Én nem vagyok híva az adhok megoldásoknak, én a rendszerszerű megoldásokat támogatom, ugyanis ilyen adhok segítségre, ez kiszámíthatatlan. Az emberek nem tudják, hogy mikor, mire számítsanak. Viszont ha van egy olyan rendszer, amely egy bizonyos védőhálót alakít ki, és annak keretén belül kerül sor ezekre a segélyekre, vagy segítségekre, akkor ez egy kiszámítható segítség, amit tud például a rászorulás,
rászoruló család tud vele számolni, előre számolni. Tehát az, hogy most jóvá hagyja a parlament, nem hagyja jóvá a parlament, mennyit hagy jóvá, ki lesz a jogosult, ezek annyira bizonytalan dolgok, hogy egyszeri segítségként most igen, a legfőbb ideje volt már, hogy segítsen az állam, de szerintem gondolni kellene erre a járványhelyzetet tekintettel arra, hogy ugye már Angela Merkel is emlegette, hogy egy következő járvány is veszélyeztet bennünket. Tehát föl kell készülni előre az ilyen helyzetekre, esetleg törvényjavaslatot beterjeszteni, hogy fog egyáltalán az állam, a Szociális és Családügyi Minisztérium erre reagálni, és hogy fogja segíteni esetleg az arra rászorulókat. Ígértük, hogy számokat nem kérdezünk, de azért én úgy fölvetnék egy kérdést, hogy legalább tehát a magyar lakta vidékeken nagyobb a szegénység, mint az országos átlag? Mindenki tudja, hogy a magyarok által lakott régió gazdaságilag egy lemaradott, leszakadó régió. Ha csak az közúti infrastruktúrát vesszük, ha csak a külföldi befektetőket, a logisztikai parkokat, vagy egyéb befektetéseket, általában ezek Közép-Szlovákiába, északra, Pozsony környékére, Nagyszombat környékére összpontosulnak. Tehát mondhatni, hogy még ilyen sávban magyarok által lakott déli területekre nagyon kevés beruházás érkezik. Tehát ebből kifolyólag kevesebb a munkahely, több a munkanélküli, ami magával vonja az életszínvonalnak a csökkenését, tehát alacsonyabb az életszínvonal délen, mint esetleg északon. Tehát mindenképpen ezeket a gazdaságpolitikai dolgokat megsínyli a délen élő felvidéki magyarság. Tetszett említeni, hogy nem szereti az ad-hoc megoldásokat. Tehát akkor beszéljünk egy kicsit arról a javaslatról, amit a volt kormányfő a Facebook oldalán osztott meg azután beszélt erről a sajtótájékoztatón is, ez a 200 eurós családi pótlék, azért is mondtam az elején, hogy nem is biztos, hogy családi pótlék, ki tudja mi ez. Hát ez egy rendszeres támogatás lenne, és ugye azt célozza, hogy a demográfiai változásokat idézzen elő, hát Ez lenne a megoldás? Én kiegészíteném, mert szerintem először kezdjük ezt a kérdésnek a boncolgatását, mert ez a Matovics javaslata két elemből állt. Ugye az elsőt elmondanám, ez az áfa emelése volna. Igen. Tehát köztudott, hogy az egész adórendszer az reformra szorul. Hát eddig adósa maradt a kormány ennek. Most Matovics bejelentett egy adóreformot, ahol két elemet említett, ugye egyik az áfa emelése volna, 20-25%-ra, ezzel állítólag megteremtenék a fedezetet arra, igen, hogy utána a családi pótlékot, emelést vagy adóbónusz. Családi pótlék volt a javaslat Matovics részéről. Na most engem megmosolyogtatott ez a 200 eurós családi pótlék javaslat, mert ha figyelembe vesszük, hogy 2018-tól 2021-ig összvisz 1,50 euró körül emelkedett a családi pótlék, tehát évente 40-50-60 centekkel. Mondjuk ez egy 24-25 euróról. Most 25-50, ugye? És ha jól tudom, akkor 22 valamennyi volt, 23 valamennyi volt, 19-ben, nem emlékszem most pontosan rá. Tehát tényleg ezek filléres emelések voltak. Tehát most hirtelennyébe 200 euróra megemelni a családi pótlékot, szerintem ezt nem fogja tudni kigazdálkodni az állami költségvetés. Bár ha sikerülne, akkor én ennek nagyon örülnék, ugyanis ez egy kézzelfogható és jelentős támogatás volna a gyermekek számára, viszont itt is fönnáll még az a kérdés, hogy kik volnának erre a jogosultak. Szerintem mindenképpen különbséget kellene tenni azok között, akik munkaviszonnyal rendelkeznek, akik fizetik a járulékokat, akik azt dolgoznak, hiszem, ezt be is jelentették, hogy és differenciálni kellene azokat, akik esetleg nem tudnak, vagy nem akarnak a közös kasszához hozzájárulni. Tehát ezt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy komoly kritériumokat kell lefektetni ahhoz, hogy ez a 200 eurós családi pótlék igazságos legyen.
Na most, hogy ebből lesz-e valami, vagy sem, ezt nagyon nehéz megmondani, tekintettel arra, hogy a kormánykoalícióban lévő pártok között sincs egyesség ezzel kapcsolatosan. Viszont azt, hogy ezt annak kárára tennék meg, hogy az áfát 25%-ra emelik, ezt semmiképpen nem tudom elfogadni és támogatni, ugyanis tudatosítani kell, hogy az országban nem csak kisgyermeket nevelő családok élnek, hanem olyan társadalmi szociális csoportok is, akik nem tudják a családi pótlékot igénybe venni, tehát gondolok a nyugdíjasokra, gondolok a gyermektelenekre, tehát egyszerűen ezt így én nem tartom igazságosnak, hogy az áfát mindenki számára megemelik, de ezek a csoportok nem részesülnek semmi nemű állami támogatásból. A nyugdíjasoknál például, hogyha 5%-kal megemelkedik mindennek az ára, mert ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy amennyiben az áfa emelkedik, ezt mindenki be fogja építeni. 4,17%-kal emelkedik az ár. Jó, rendben, hát kerekítsünk 5%-ra. Hogyha megemelkedik, akkor nem 4,7-tel fogják emelni az árakat, hanem minimum 5,5-tel, vagy 5,6-tal, vagy 6%-kal. Ezt nagyon nehéz most még előre megmondani. De mindenképpen érezhető áremelésre kerül sor, és annak a kis nyugdíjasnak, aki esetleg 340 euró nyugdíjat kap, hogyha a kiadásai ezzel az 5-6 vagy nem tudom hány százalékkal megnőnek, hát azt meg fogja érezni. Viszont az államtól nem kap cserébe semmit, míg a gyermekek a családi pótlék keretén belül ugye azt a 200 eurót fejenként megkapják. Tehát az áfa emelése, hogy legyen az ára annak, hogy a családi pótlék 200 euró legyen, ezt nem tudom elfogadni. Nem tartom igazságosnak. Én most egy kicsit vitáznék, mert itt mondanám a konzervatív gazdaságpolitikát, és például a magyarországi példa ez hasonló. Ugye ott egy egyenadó van a jövedelemadóra, illetve egy nagyon magas áfa. És tulajdonképpen bizonyos szempontból azzal indokolják ezt a magas áfát, hogy úgyis a leggazdagabbak, ugye, akiknek a legnagyobb a jövedelme, az költ legtöbbet. Tehát ő fogja kifizetni ezt a magas áfát. De ezt most tegyük félre, inkább arra felé koncentráljunk, hogy ugye nagyon hasonlatos a magyar adópolitikához, a liberális szlovák média vádolta is Matovicsot ezzel, hogy honnan merész elővenni a mintát, hogy ugye a családokat segíteni, és mások árára, igen. És hát első kérdésem, egyszerűen hatékony-e volna ez a segítség? Mert ezt ugye többen is szemére vetették, hogy Magyarországon se hatékony. Itt nem arra kell fókuszálni, hogy most valakinek a kárára segítsenek, vagy ne segítsenek, hanem egyszerűen látni kell azt is, hogy Szlovákiában nagyon sok például a kisnyugdíjas, én csak őket említem, mert hát a leginkább ők érzik meg az áremeléseket, mert mondjuk egy egyedülálló gyermektelen házaspár ki tudja gazdálkodni a megélhetéshez szükséges javakat. De mondjuk egy kis nyugdíjas, aki már nem tud például munkát sem vállalni a nyugdíja mellett, ő már nehezebben tudja kigazdálkodni azt a pénzt, amivel esetleg mindennek az ára megemelkedik. És visszatérve Magyarország családpolitikájához, nagyon okosan fölismerte ezt a magyar kormány, Orbán Viktor 3 választási időszakkal visszamenőlegesen, hogy igenis segíteni kell a családokat, ugyanis Európa öregszik. A lakosság egyre kisebb a születések száma, és egyre inkább emelkedik a produktív kor utáni lakosság száma. És ezt mindenképpen csak úgy tudják valami módon korrigálni, hogyha támogatják a gyermekvállalást. Bár azt is meg kell mondani, hogy a gyermekvállalási kedvnek nem csak az anyagi biztonság az egyik alapfeltétele, ugyanis azt is látni kell, hogy ma a fiatalok már nem az az élet céljuk, hogy férjhez menjenek, megnősüljenek, családot alapítsanak, hanem korlátlan lehetőségeik vannak, tehát utazhatnak, külföldre mehetnek, tanulhatnak, vállalkozhatnak, és ezt abból is látjuk. Tehát ez nem olyan mindegy automata, hogy itt bedobjuk így a van, koronást, és alul pedig kijönnek a gyerekek. Abból is látjuk, hogy nem az az elsődleges céljuk a mai fiataloknak, hogy lekössék magukat, hanem próbálnak mondjuk egy sikeres vállalkozást létrehozni, vagy karriert építeni, és kitolják a családalapítást és a gyermekvállalást a 30-35. Év közé.
Tehát nem csak az anyagi feltételek kellenek ahhoz, hogy több gyerek szülessen, hanem valami módon azt kéne elérni, hogy prioritássá váljék a gyermekvállalás, de ehhez egy ilyen nyugodt társadalmi, kiszámítható társadalmi légkörre van szükség. Politika hogy... mit tehet ezért, hogy ebbe javuljon, mert ez nem csak politikai kérdés természetesen? Nem csak politikai kérdés, de a mostani bizonytalan politikai helyzet biztos, hogy nem segít abban, hogy a mai fiatalok biztonságban érezzék magukat, és esetleg ne vágyódjanak el, vagy ne menjenek el külföldre, de lássanak ott nagyobb lehetőségeket. Mert sajnos mondjuk meg a mai helyzet az, hogy aki nyelvileg képzettebb, tehát beszéli az angolt vagy a németet, ez a két leginkább preferált nyelv, azok bizony nagyon sok esetben szerencsét próbálnak külföldön, és ha már valaki innét egyszer elmegy, nagyon kevés az olyan eset, hogy vissza is jönnek. Tehát, és még rosszabb a helyzet, hogyha ezt akkor teszik már meg, amikor az egyetemi végzettségüket is megszerzik, és mint egy kész szakemberként, igaz, hogy praxis nélkül, de elméleti tudással felvértezve hagyják el az országot, és teremtenek esetleg szellemi javakat egy másik országban. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és nagyon oda kell figyelni, hogy milyen intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy otthon tartsuk a fiatalokat, biztonságot nyújtsunk számukra, lehetőleg jó munkahelyeket, ahol a karrierjüket is biztosítottnak látják, hogy ne vágyodjanak el külföldre esetleg, hanem maradjanak itthon, és itthon vállaljanak gyereket. Még egy gondolat erejéig talán, hogy ez nem csak a volt keleti országok, keleti blokkországaira érvényes, hogy kevés gyerek születik, ez általánosságban mondható Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, tehát a közép-európai térségben. És ugyanezzel a problémával viszont birkóznak a fejlett gazdasággal rendelkező országok is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak azért nincs nálunk, nem születik nálunk több gyermek, mert nincs meg hozzá az anyagi biztonság, mert az anyagi biztonság mondjuk a fejlett demokráciákban megvan, és mégis kevés gyerek születik. Erre jön a brüsszeli válasz, hogy ezért kellenek a migránsok, hogy majd ők oldják meg azt a problémát, amit mi nem tudunk. Másik poén, hogy a legjobb fogamzásgátló a kapitalizmus. Visszatérve a migránsokra, én a napokban olvastam a statisztikai hivatalnak az oldalán, mivel említette Tibor, hogy erről is, ezt is érinteni fogjuk a demográfiai mutatókat. És nagyon érdekes volt, hogy Szlovákiában például még egyelőre nem azok a migránsok, akik nem akarnak dolgozni, hanem esetleg a külföldi munkavállalók, nem jönnek még olyan nagy arányban a munkavállalók, mint esetleg Németországba, Ausztriába, Svédországba, Franciaországba. És főleg Ukrajna és Szerbiából jönnek. Tehát, Ukrajna, Szerbia, Románia. Úgymond ez rokon a három kultúrákból jönnek. Igen, de évente körülbelül 6-7 ezer hivatalos munkavállaló érkezik Szlovákiába. Tehát én nem gondolom, hogy ez a pár ezer munkavállaló annyira föl fogja lendíteni itt a népszaporulatot, és ha megnézzük esetleg a nyugati országokat, ott mondjuk, aki a célországgá váltak, Németország, Franciaország, Anglia és a többi, ezekben az országokban az olyan munkavállaló, aki tényleg a jobb életreményébe jön és dolgozni akar, ott sem születnek nagy számban gyerekek. Igen. Tehát nem várhatjuk mi a megoldást a bevándorlóktól sem. Egy kérdésre térnék ki, hogy ugye a kormányprogramban is megemlítik, hogy a Szlovákiában egyik legnagyobb veszély az elöregedés. Igen. Tehát 2030-ra 100 ezerrel több nyugdíjasra számítanak, 35-re újabb 100 ezerrel, sőt 2035-re arra számítanak, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer akár Össze is omolhat, igen. Viszont a Matovics javaslatán kívül tulajdonképpen családpolitikai javaslatot ez a kormány még nem tett le. Így van. Én visszatérnék most, a beszélgetésünk elején említettük, hogy nagyon sokan Orbán Viktor politikáját nem támogatják, viszont a családtámogatási intézkedéseit igen. Azt szeretném... Európában. Európában, igen.
Én 2017-ben részt vettem Brüsszelben egy családpolitikai konferencián, ahol az Európai Parlament Szociális Bizottságában dolgozó képviselők is felszólaltak, és nagy meglepetésemre már akkor például Anna Záborská, LP képviselő asszony példaként hozta föl a magyar családtámogatási rendszert. És örülök annak, hogy ha Matovics első fecskeként, de mégiscsak valamit próbál ebből a magyar családtámogatási politikából átemelni a szlovák családtámogatások közé. Konkrétan például már hallottam, hogy belengedték, hogy szeretnének Magyarországhoz hasonlóan olyan családtámogatási intézkedéseket hozni, hogy bevezetnék a 4 napos munkahetet. A szülők, tehát a gyermeket, nevelő szülők számára, igen. Mondjuk én ezt már az MKP választási programjába 2 választási ciklussal előtte is már bevettem, és örülök neki, ha meg tudná valósítani, ez mondjuk nagy segítség lenne a gyermeket nevelő családok részére. Vagy például Magyarországon nagyon jól működik és bevált a nagyszülői gyed. Tudjuk ugye, hogy már nálunk is az 50-55 év körüli munkavállalók nagyon nehezen találnak állást, ha munkanélkülivé válnak. Na most Magyarországon ezt úgy oldották meg, hogy bevezették a nagyszülői gyedet, ami annyit tesz, hogy a nagyszülő otthon marad a pici babával, a fiatal el tud menni dolgozni, mert rá még van igény, a nyugdíjasra már nincs igény. Azáltal, hogy a kis unokát neveli, a nagymama vagy a nagyapa, ez beszámítódik a nyugdíj éveibe, tehát ezzel a saját nyugdíján is segít, saját gyerekén is segít, és természetesen a kisunokáját nevelgeti, örül neki, tehát mindenki jól jár. És az unokának is jobb dolga van, mint ha bölcsödébe jutna. Na, most ha bölcsödét említi, akkor itt hadd mondjak például egy olyan profán dolgot, hogy bevezette ugye még a Fico kormány, hogy a bölcsődei látogatásért támogatást ad a szülőknek. Tehát 280 euró, hogyha magán bölcsibe vagy magán óvodába teszik, ha jól tudom, 80 euró, hogyha önkormányzati, vagy pedig hogy a cégi óvodákba meg bölcsődékbe teszik a gyereket, de a nagyszülőknek már csak 41 eurót adtak. Hát hol van itt a logika? Hát, hogyha nálunk is esetleg bedvezetésre kerülne ez a nagyszülői gyed, hát mennyi olyan 50-55 éves munkanélkülin segítenének, akik dolgoznának ugyan, de már nincs igény a munkájukra. És hogyha egy 10 évet teszem azt, munkanélkül lesz, hát milyen nyugdíja lesz? Igen. Úgyhogy ezek olyan dolgok, hogy nagyon örülök neki, hogy már ennek a szele egy kicsikét hozzánk is begyűrűzik, hogy Magyarországtól lehet példát venni, és esetleg ezeket a családtámogatási intézkedéseket valamilyen módon átültetni nálunk is. Hogy lesz-e erre politikai akarat, ez ugye már megint más kérdés. És pénz. És pénz, hát természetesen, hogy pénz is. De nem mindig a pénzről van szó, nagyon sok esetben igen, de nagyon sok esetben az akaratról és a segítőkészségről. Nagyon szépen köszönjük, ez szerintem tökéletes zárszó is, hogy nem mindig csak a pénz a legfontosabb, még ezt itt egy gazdasági műsorban is hallhatták. Nagyon szépen köszönöm vendégüknek, hogy itt volt, Tibornak, hogy segítette munkánkat, és azt is köszönöm, hogy önök velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. A viszontlátásra!